De a bevezetés a fogászati fotográfiába a címe a workshopnak, ezért, hogy a nevéből is kiderül, igazándiból kezdőknek ajánljunk ezt a workshopot. Most már évek óta zajlik ez, egy egész napos esemény. Ennek megfelelően gyakorlatilag a fizikai, optikai alapoktól kezdődően egészen a fotográfiai alapokon keresztül a rekesz, a zárssebesség, a színhőmérséklet alapfogalmait veszük át, és onnantól kezdve persze fokozatosan átlépünk a specifikus fogászati fotográfiai elméleti, majd utána a gyakorlati tudnivalókig, tehát belekerül az intraorális fotográfia, a standard beállításai, belekerülnek a fogászati portréfotográfia beállításai, és hát természetesen, mivel sok fogtechnikus szokott megjelenni a workshopon, illetve hát ez a fogorvosok számára is hasznos, ezért tárgyfotós alapokat is belevesszük. Ez kezdetben az első lépésekben elméletben, majd pedig pácienseken, illetve páciensek szerepét eljátszó modelleken, valódi élő modelleken be is gyakoroljuk, mind a retraktorok, a fényképezőgépnek, a kontrasztoroknak a használatát. Mindenki bőven tud gyakorolni, több óra elméleti és több óra gyakorlati tréningezési lehetőség van, és ott természetesen konzultációk, kérdések, minden zajlik, tehát egy teljesen interaktív, és ráadásul most az interaktív szó valójában is megvalósul, hiszen egy új előadás anyaggal készültem, interaktív elemekkel, animációkkal, videókkal színesítve, ez a nemrég elkészült e-bookomnak a részéből lettek kiemelve ezek az elemek, és ezt a könyvet a résztvevők ajándékban meg is kapják majd a workshop végén.